Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Lomnici Válaszol című műsor a kontextuson, ahova itt tudtok feliratkozni, hogyha tetszett ez a videó, akkor különösen tegyék meg, tegyétek meg. Nézzük, melyek azok a témák, amelyek most a leginkább felkeltették a nézők érdeklődését. Három területet fogunk érinteni, kezdjünk. Van reális esély az EP-ben Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztésére? Most már azt gondolom, hogy ezt a kérdéskört, ami a Tisza nevű párt elnökével kapcsolatos, valóban néhány lépést hátra lépve kell tárgyalnunk, tekintettel arra, hogy valószínűleg egyébként ez a tiszások szándéka is kezdenek a szálak rendkívül módon összekuszálódni. Arra nem tudok vállalkozni, hogy minden egyes fonalat kifogok bogozni ebben a történetben, de azt mindenképpen elmondhatjuk, hogy több bűncselekmény elkövetésének gyanújával kapcsolatba lett hozva a Tisza nevű párt elnöke, és ezek közül az egyikben a legfőbb ügyészség megkereste az Európai Parlamentet, annak elnökét, hogy lopás bűncselekményének megalapozott gyanúja nyomán induló büntetőeljárás kapcsán függesse fel a mentelmi jogát az érintett Európai Parlamenti képviselőnek az EP. Az, hogy ez a folyamat hogyan folytatódik, ennek van egy jogi és egy politikai része. A jogi részét azt hiszem, hogy már részben érintettük, a jogi szakbizottság állásfoglalásáról dönt az LP plénuma. A politikai vetületet is azt hiszem, hogy megtárgyaltuk, és ezzel kapcsolatban a jogi jogfejtéssel, teljes mértékben összeegyeztethető egyébként Mentszer Tamásnak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának a nyilatkozata. Vagy azért ilyen nagy a mellény, mert megbeszélted a haveroddal Manfred Weberrel, hogy úgy sem adnak ki? Mit ígértél neki cserébe, Peti? Egész Magyarországot? Dajcs Tamásnak, a Fidesz EP delegáció vezetőjének, képviselőnek a nyilatkozata. Magyar gyáva bejelentése kapcsán Manfred Weberhez, Magyar Péter frakcióvezetőjéhez fordulunk, hogy haladéktalanul nyilatkozzon arról, a néppárti képviselők teljesen szabálytalanul be fogják-e védeni Magyar Pétert? Itt egyaránt érvényesül az, hogy a Tisza nevű elnöke elbújik a mentelmi joga mögé, és érvényesül az is, hogy vilhetőleg Manfred Weberék meg fogják védeni úgy egyébként az érintett LP képviselőt, hogy Ilyen típusú köztörvényes bűncselekményeknél, ahol egyébként a videófelvételek egy részét megismerhet a közvélemény, egy másik része az információknak ott lévő tanúvallomásokon alapul, ennek ellenére lehet jósolgatni és lehet sejteni azzal kapcsolatban, sok mindent, hogy végül is miért vagy hogyan fogják szabotálni a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatos esetleges eljárást. Van aztán egy másik ügy, ez a Diákhitel Központ ZRT vezérigazgatójaként a Tisza nevű pártelnök által kötött szerződésekre vonatkozik. E tekintetben még csak részinformációkat ismerünk. Nem kizárt, hogy ebben is születik egy olyan döntés, hogy a legfőbb ügyész úr, legfőbb ügyészség lépni fog az Európai Parlamenti mentelmi jog felfüggesztése kapcsán. Annyit még itt a szálakról, hogyha lehet, meg kell említenünk, hogy a mentelmi jog az Európai Parlament eljárás jogi eljárási szabályzata alapján az LP tekintélyét hivatott megőrizni azzal nem a képviselő rendelkezik. Tehát politikai populizmus terénumába sorolható minden olyan megnyilatkozás, hogy valaki lemond a mentelmi jogáról, hogy valaki megszünteti a mentelmi jogintézményét, hogy eltörölné, hogy bármilyen módon befolyással lenne a saját mentelmi jogára. Utóbbi kapcsán itt természetesen a hivatalos csatornákról beszélek, informálisan mindenki Küzdhet azért, hogy ne kerüljön sor vele kapcsolatban a büntetőeljárás megindítására, de akkor megint csak ott tartunk, amiről a Fidesz kommunikációs igazgatója beszélt, hogy nem kizárt, hogy a mentelmi joga mögé bújik köztörvényes bűncselekmények gyanújának ellenére, vagy ezek kapcsán az érintett LP képviselő. Úgyhogy, ha így lesz, akkor ezt majd meglátjuk. Ha így lesz, akkor azért ez mindenképpen visszaég, visszaüt, és politikai károkat is okozhat Magyar Péter számára. Rettek Brüsszel az osztrák választások miatt? Azért nehéz helyzetben vagyunk, mert akár az AFD helyzetét nézzük, akár egyes politikusok, német AFD-s politikusok helyzetét nézzük, akár Hert Wilders helyzetét nézzük, a holland jobboldal szituációját vizsgáljuk, akár a PISZ parlamenti győzelmét és ellenzékbe szorulásának folyamatát tekintjük. Azt mondhatjuk, hogy bizony az FPÖ számára is sötét felegek gyülekeznek azzal kapcsolatban, hogy végső soron az osztrák szabadság párt fogja adni a Ausztria következő kancellárját. Itt most két dolgot az elejére le kell szögezni. Van ennek egy olyan vetülete, hogy valaki egyetérte egy párt, különösen mondjuk az AFD politikájával, annak a pártnak bizonyos politikusainak a megnyilvánulásaival, különös tekintettel a szélső jobboldali elhajlásra. Ez egy dolog. De ott van a másik dolog, amely azért mégiscsak a demokrácia alapja, a népakarat, a démosznak a döntése, amelyet hosszú távon nem lehet olyan mértékben és olyan drasztikus módon figyelmen kívül hagyni, ahogy ez történik egyébként, vagy történt Európa számos államában. Tehát hiába látja azt a német ember, hogy az AFD-re szavazott, több tartományban első helyen végzett az ő pártja, mégis, ahogy hívják a kinti terminológia szerint, egy Brandmauert, vagy ahogy Franciaországban mondják, egy Cordon Sanitert, egyfajta tűzfalat vagy védvonalat húznak föl az érintett párt köré, a magukat demokratikusnak beállító, valójában pont ezáltal autokratikussá váló pártok. Lengyelországban a PISZ győzött, Kaczynszkijek győztek, Hollandiában Wilders győzött, Ausztriában pedig Kikül. És most már olyanokat lehet olvasni, az ezzel kapcsolatos információk találgatásnak minősülnek, de reálisak ettől, hogy bizony egy néppárti, baloldali, szocialista, zöld, koalíció is létrejöhet. Az ellenérvek gyengék, ezzel kapcsolatban meg kell, hogy mondjam, mert amikor azt írják, hogy hát ilyen még soha nem volt, három párt még soha nem állt össze, ne legyünk naívak, hogyha egy határozott, erős ellenfél legyőzéséről van szó, akkor bármilyen megoldása hajlandó lesz az osztrák néppárt is, akár a szocialistákkal és a zöldekkel is összeállnak, hogy ez egyébként politikailag jót tesze az osztrákoknak, annak az eldöntése az osztrákok dolga. Ezt mi nem tudjuk megítélni. Hogy egyébként kiegyensúlyozott viszonyt ki kell tud ápolni Magyarország, ez már nem olyan egyszerű, hiszen a patrióták Európáért képviselő csoportban, az Európai Parlamentben a kikülvezette formáció, a Fidesz-KDNP, a magyar kormánypártok szövetségese, Ebből a szempontból, vagy ebből a nézőpontból, természetesen az FPÖ kormányban történő kibontakozással fogalmazzunk így, mindenképpen a patriótákat is erősíteni. Ráadásul, hogyha az FPÖ adja a kancellárt, akkor ez az Európai Tanács belső szerkezetét is érinteni fogja. Tehát egyáltalán nem mindegy Magyarország szempontjából hogy hogy alakul ezzel kapcsolatban a helyzet Ausztriában. És még nem beszéltünk arról, hogy Franciaországban egy másik fontos patrióta szövetségessel, egészen pontosan Marine Le pen szemben büntető eljárás megindítását fontolgatják. Itt egy rövid időre hadd tégyek rá erre a kérdéskörre, mert szerintem ez nagyon izgalmas. Nikola Sárközi 2007 és 2012 között volt Franciaország köztársasági elnöke. Azóta a saját elmondása szerint egy kanosszát jár, egy veszőfutás az élete, mert büntetőeljárás büntetőeljárás hátán lényegében ez jellemzi az ő mindennapjait 2012 óta, és olyan ügyek miatt kell folyamatosan az elmúlt években is bíróság állnia, amelyek jóval, 2010-es időszakon is túlnyúlnak időben visszafelé, 2006 és 2007-es ügyek miatt kell büntetőeljárás eljárás alanyaként védekeznie Nikolás Sárközinek. A francia bosszú igazságszolgáltatás tehát nem lebecsülendő, és hogyha Marine Le Pen-nel szemben egy ilyen eljárás sorozatot indítanak, nyilván abból a szempontból bonyolult abba a helyzet, hogy aktív politikusról van szó, aki pozícióban is van, de természetesen Nikolás Árköziről is ez elmondható volt, hiszen új pártot alapított köztársaságiak néven az UMP-ből, és indult is egyébként a francia köztársasági elnök választáson az Holland ciklust követően, alul maradt Fionnal szemben, és azóta tudjuk, hogy François Fion tekintetében is egy büntető eljárás vetett véget a karriernek. Tehát a bosszú igazságszolgáltatás eléggé hatékonyan működik, és hogy, hogy nem komoly baloldali áldozatot még nem szedett. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Ez egy új típusú, és Trump elnök esetében, ha már az Egyesült Államokat is szóba hozhatjuk, pregnánsan kimutatható tendencia, hogy a politikai baloldal az igazságszolgáltatást használja fel arra, hogy a saját politikai céljait elérje. És azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanez a brüsszeli mainstream bal liberális elit mozgását tekintve is megfigyelhető, a korábban valóban tekintélyesnek és szakmailag kikezdhetetlennek tartott Európai Bíróság mára a politika szolgáló leányává silányult, bizonyos döntéseiben teljes mértékben tetten érhető az a fajta pártosság, amely korábban nem jellemezte ezt a magas testületet. Zelenszky az usa -ban. Biden mennyire autonóm tárgyaló partner? Először is hat kezdjem azzal a rendkívül fontos információval, hogy Jake Sullivan nemzetbiztonsági főtanácsadó azt terjeszti, hogy Joe Biden utolsó négy hónapját arra fogja használni elnökként, hogy Ukrajna pozícióit erősítse. Hogy emögött egyébként hadipari üzleti vagy személyes megfontolások vannak, azt nehéz kikövetkeztetni. Volt olyan videó Biden elnökkel, amely fel is került egyébként a közösségi média felületekre, és ahol azt mondja, hogy a legfontosabbnak azt tartja, hogy a vietnámi háború lezárásával az örökségét minél inkább értékesebbé tegye. Ez nyilvánvalóan azt jelzi, hogy időben is néha nehézségei vannak ha az éppen aktuális történelmi szituáció kapcsán kognitív problémákkal küzd a hivatalba lévő elnök. Ettől függetlenül az Amerika Egyesült Államok elnökének a szándékát botorság lenne lebecsülni. Tehát ha valóban ez az akarat, hogy Ukrajnát támogassák, akkor azt mondhatjuk, hogy vélhetőleg ez a szándék egybeesik a Harris Volt kampány kettős elnökjelölt, alelnökjelölt szándékával. Nem tartom reálisnak azt, hogy a Harris kampányal ne egyeztetnének ebben a kérdésben. Annak ellenére mondom ezt, hogy természetesen nem kizárt, hogyha feltéve, de nem megengedve Kamala Harris költözik a Fehérházba elnökként, akkor nevethetne véget ennek a háborúnak, csak hogy az eddigi megszólalásai nem ezt a képzetet erősítik bennünk. Ezzel szemben sokáig úgy volt, hogy nem lesz Trump-Zelenszkij találkozó, végül is létrejött a Trump Tower-ben, a volt elnök és jelenleg itt republikánus elnök jelölt főhadiszállásán. Ez a találkozó, azt nem állítom, hiszen televízión, képernyőn keresztül ezt nehéz megítélni, de inkább hideg, fagyos légkörben zajlott, mint meleg, baráti, szeretetteljes hangulatban. Ez természetesen sokat sejtett. Aztán persze vannak ennél konkrétabb valósághoz vélhetőleg közelebb álló megállapításaink is amelyeket abból szűrhetünk le, hogy mit mondott Donald Trump Ukrajnai Zelenszky kapcsán. Hát egyrészt arról beszélt egy kampányrendezvényen az USA 45. elnöke, hogyha újra hivatalba lép, akkor már a megválasztását követő időszakban, tehát amikor ő még csak president-elect, már akkor fel fogja hívni az orosz föderáció elnökét és Ukrajna elnökét, és kezdeményezni fogja a mielőbbi Tűzszünet, illetve békekötés folyamatát. Ezt fogja szorgalmazni a megválasztást követően rögtön. A másik kijelentése, amit megtett, hogy Ukrajna valójában nem létezik. Ukrajna lenullázódott, és még van egy harmadik, azért tegyük azt is hozzá, hogy Zelenszki ilyen gúnyolódott a, 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 egy másik kampánybeszédében ügyes üzletembernek, kereskedőnek, seftesnek beállítva, aki megjelenik az Egyesült Államokban, és több milliárd dollárral távozik onnan, anélkül, hogy ennek bármilyen ellentételezését látnák, és az ottani tömeg ezt éhenzéssel fogadta ezt a cinikus megközelítést. Ez fakadhat abból is, amit egyébként már azt hiszem érintettünk, hogy a CNN is hozott olyan kutatásokat, hogy Alapvetően elvi megközelítésben támogatják az amerikaiak. Az amerikaiak többsége támogatja Ukrajna megsegítését, de ha ez már konkrét összegekben, ajándékban, ingyenes juttatásban manifesztálódik, akkor ez ezzel kapcsolatos kérdésekre inkább nemleges választ ad az amerikai többség. És véletőleg a republikánusokon belül pedig még inkább megosztott arányban Valószínűleg inkább, a az támogatását ellenzők többségével találjuk szembe magunkat. Ez nyilvánvalóan azt vetíti előre, hogy ha Donald Trump nyer, akkor ez Volodymyr Zelenszkij számára egyfajta kapcsolatokra vonatkozó, az amerikaiak irányába tett gesztusok vonatkozásában is egy új, Szemléletmódot megkövetelő testtartásban fog kicsúcsosodni, és azt is kijelenthetjük, hogy Trump elnök egyébként nem csak Ukrajna vonatkozásában, hanem az Európai Uniót illetően is egy teljesen új érát fog elhozni. Ma az Európai Unió gyenge, és ezt nem lehet kiragadni, ezt a kérdéskört, vagy eltávolítani attól a kontextustól, hogy hogyan viszonyul az Egyesült Államok Ukrajnához, illetve az Európai Unió Ukrajnához. Tehát az orosz-ukrán háborúban legalább annyira kell néznünk, és természetesen sokan lényegesen fontosabbnak tartják, hogy mi lesz november 5-én, mi lesz az amerikai választásokon, kikerül a Fehérházba, ez is egy nagyon lényeges kérdés, de legalább annyira lényeges, hogy az Európai Unió a gyenge, megosztott, politikai értelemben széttöredezett Európai Unió hogyan fog viszonyulni például esetlegesen egy Trump kabinethez. A németeknek egyébként már vannak számításaik is, hogy hány milliárd eurós kárt fog okozni egy Trump-elnökség Németországnak. Megkockáztatom, hogy önmagában ez az önsorsrontó politika, amelyet a bizottság képvisel, itt is nyugodtan lehetne számolgatni, hogy hány milliárd eurós károk keletkeznek ezen hibás politika nyomán, ha csak az európai iparra, a német iparra és ezen belül a német autóiparra gondolunk. Úgyhogy azért a kérdés ennél közgazdászok szerint is jóval összetettebb, mint hogyha jön Trump, akkor az európai gazdaság összeomlik, vagy Trump elnök megválasztásának következtében kerülne nehezebb helyzetbe az Európai Unió gazdasága. Ez a kijelentés így természetesen nem állja meg a helyét, de az is igaz, hogy egy Trump elnökség például annak a politikának külön még azt is mondhatjuk, hogy jelentős mértékben többlet tartalmat nyújtana, amelyet úgy hívunk, hogy gazdasági semlegesség. Hiszen hogyha nem törekszik hegemóniára a gazdasági, politikai, katonai értelemben egy szuperhatalom, hanem el Fogadja azt a tényt, hogy mások is kereskednek például Kínával, úgyhogy egyébként a legutóbbi évben is a harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere volt az usa Kína, mind az exportot, mind az importot tekintve. Akkor, akkor ez egy jó adminisztráció Magyarország céljai szempontjából. Van rossz forgatókönyv, ami nem azt jelenti természetesen az én meglátásom szerint sem, hogy Magyarországnak ezt a Fontos célkitűzését fel kellene adnia, de nyilvánvalóan egyszerűbb lenne a magyarok helyzete, hogyha egy korrekt partner kerülne a Fehérházba. Nem mellékes nyilvánvalóan számos más folyamat sem az Európai Unión belül, bárhogy is alakul az osztrák helyzet, csak visszautalva az előző kérdése, ez mindenképpen egy komoly fegyvertény, hogy a patrióták képviselőcsoportjából, kerül ki egy párt a saját tagállamában, ez szerintem nagyon fontos, és még lesz páradás az amerikai elnökválasztásig, de ha itt leszünk, ígérem, azt nagyon át fogjuk beszélni, akkor is, hogyha jó hírek várnak ránk, akkor is, hogyha egy nehezebb időszakkal kell szembenéznünk. Ezeket a kérdéseket Válogattuk ki a mai adásra. Továbbra is, sőt, egyre inkább várjuk a felvetéseiket, felvetéseiteket, és reméljük, hogy a jövő héten is találkozunk. Addig is minden jót! Vigyázzanak, vigyázzatok magatokra! Köszönöm szépen!